Pécs önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a Tükebusz ZRT vezérigazgatói posztjára, ezt közölte kedden a Városháza. A helyi Fidesz frakció vezetője szerint botrányt botrányra halmozott az eddigi vezérigazgató. Leszólta a buszvezetőket, az utasokat, miközben a pécsi közösségi közlekedés színvonala lesüllyedt, a sofőrök hagyják el a céget. Csizmadia Péter szerint a vezérigazgató távozása mégsem hoz majd igazi megoldást a problémákra. Valódi megoldás az nem Bánkút István távozása lenne, hanem Péterfi Attila és barátainak a távozása lenne a pécsi közéletből és a város éléről, hiszen amiben ők nagyon jók, kirúgni mindenkit és felcímkézni mindenkit csak azért, mert fideszes. Valójában egyébként országosan elismert szakemberek menekültek el Pécsről, vagy üldözték el Pécsről, a pécsi cégek éléről, és ezekben a pozíciókban mindenféle sógorkoma, jóbarát került, baloldali holdudvarhoz tartozó személyeket láthatunk. Most a vezérigazgatóra kennek mindent a képviselő szerint, miközben a morálisan lezűlesztett céget nem lesz majd egyszerű vezetni a jelenlegi drága üzemanyagárak mellett az új igazgatónak. Pesszimista vagyok, én azt gondolom egyébként, hogy itt a közeljövőben bárki is lesz ennek a cégnek a vezetője. Itt nagyon-nagyon komoly problémák lesznek a pécsi tömegközlekedésben, ezt végsősorban a pécsiek fogják megfizetni, és akár azáltal, hogy drágább lesz a szolgáltatás, akár azáltal, hogy egyébként többet kell várniuk a buszokra, jelentős járatszámcsökkentésre kell felkészülni, én azt gondolom, még ebben akár az idei évben is. Jelenleg még nem lehet tudni, milyen szakmai elvárásokat támasztanak az ideális jelölttel szemben. A baloldali városvezetés közleményében azt írta, a pályázat kiírása szakmai szervezetek bevonásával és szakmai bizottság közreműködésével zajlik. A pécsi közgyűlés június 14-i ülésén dönt a kérdésben, a város közösségi közlekedési cégének vezetői posztjára kiírandó pályázat részletei ekkor válnak nyilvánossá.